Sziasztok kedves nézőim, ez pedig újra a csábításból jeles, vagy vakosáblásból jeles, vagy hódításból kettes. Tök mindegy, hogy nevezzük ezt a játékot. Folytassuk a 13. epizódnál. Mint láthatjátok, 650 akcióponton van, tehát még nem tértem át a, a, másik profilra. Igazából át kéne, mert, mert el fog fogyni. Tehát, hogyha a 13. epizódot meg tudom ebből csinálni, akkor a következő epizód, kéne megcsinálnom a másik profillal. Tehát minél hamarabb igazából át kéne mennem. Na mindegy. Az előző részben kiakadtam, de most már nem. Mégpedig azért, mert amit láttam képet... Szerintem a direkt csinálta a játék, hogy olyan volt, mint hogyha a saját testvérével csókolóznom, mert nagyon olyan volt, hogy barna haj, meg fehér. Én ezért akadtam ki, mert nem tudtam realizálni hogy ö, miért is volt az egész. Aztán volt egy kedves nézőm, aki elspoilerezte nekem, hogy ki volt az, így minden értelmet nyert, viszont így már nem lesz olyan meglepetés, mert szerintem ez most derül neki. Úgyhogy legyetek szívesek nem spoilerezni a videó alatt, mert a saját játék vagy a nézési élményeteket rontjátok el azzal, hogy, ö, hogy elmondjátok, hogy mi fog történni, mert így nem lesz szó. Hogy... Tehát sokan azért írtak rám, hogy a reakcióból tudják meg, hogy, hogy azért játszak, hogy tudják, hogy milyenek a reakcióim. De a reakcióim nem lesznek őszinték, hogyha tudom, hogy mi fog történni. Na mindegy. Na, Lizandert kerestem, hogy beszéljünk neki a koncertről szóló terveimről, amikor megláttam Amber-t, amik, ami, amint éppen csókolózik valakivel. Igen, ezt láttuk. Igen, mert, mert izé, ilyen gavallér, vagy mi a szar, gallér, izé, barna, hogy tehát totál olyan, mint a, mint a bátyja. Annyira lesok volt a dolog, hogy megmozom sem, mert nem tudtam, hogy hirtelen nevesek, vagy inkább öklendeznek a srác, nem is tudom. Egy diák, akit még soha nem láttam. Te is itt vagy? Sajnálom. Miért mondtam, a sajnálom? Neki kéne bocsánat kérni, hogy ilyen látványban részesített. Ne vágj ilyen képet, te is biztos csókolózol majd az életed során. Előfordul a csoda néha. <laughs> <laughs> Nagyon vicces. Mennyit fizettél nekem, hogy megcsókoljon? Nem magadból indulj ki. Nekem még sosem kellett 300 dollárt fizetnem, hogy elérjek valamit. Biztos a telefonra gondol. Igen. <laughs> Úgy látom, a barátja nem nagyon örül, lehet, hogy jobb lenne, ha elmennék, bár jó lenne tudni, hogy ki ez a srác. Ne haragudj, mi a neved? Új vagy? Még sosem láttalak itt. A nevem. Miért mosolyog így? Én, én is épp ezt akartam kérdezni. Megcsókoltad annék, hogy tudnád a nevét? Előzőkkel mindig puszipojtások lettetek, Mielőtt beszélhettem volna velük, nem akartam kockáztatni. Az előzőekkel mindig puzipajtások lettetek. Mielőtt beszélhettem volna velük, nem akartam kockáztatni. Értem, emberrel beszélni olyan, mint jeleket küldeni az űrbe. Reméltem, hogy kapsz valami intelligens választ, de semmi nem érkezik. Reméled. Igazából ember, minél tovább nézlek, annál inkább rájövök, hogy egyáltalán nem is vagy jó csaj. Hú, végre megvilágosodott. Ráadásul rosszul csókol, soha többet ne gyere a közlembe, és még ne próbálj felhívni. És meg ne próbálj hívni, na érted. Bárcsak lenne nálam popcorn. Elővette a telefont, amit néhány órával ezelőtt vettem neki, és nagy erővel földhöz vágta. Eltört a telefon, eltört a telefontok, és a képernyő is. Teljesen használhatatlanná vált az egész beteg vagy, mi bajod van? <laughs> Nem sokat fizettem ezért a telefonért. Mindjárt sírok. Megértetted, amit mondtam, vagy el is, el is, mutogassam? Tűnés innen. Inkább én is gyorsan lelépek, minthogy hogy majd legközelebb megtudom, hogy hívják. Meg kell keresnem Lizandert, miatt hazamegy, hogy beszéljek a koncertről. Lemélem, benne lesz. Új feladat, keresd meg Lizandert, és mesélj neki a tervekről. Jó, Lizander hova, úgyis a folyosok végén, ez mindig. Szia, Szefi, nem sok volt nagyon, amit láttál. Nem jól vagyok, jól szórakoztam rajta, megérdemelte az Amber. Várj, honnan tudod a nevemet? <laughs> Még mindig nem jöttél rá. Tudom, hogy sokat változtam, de azért felismerhetném. Nem emlékszel rám? A srác, aki a gimibe követett, hogy veled lehessen. Várj, hadd gondolkodjam. Lerázhatatlan páposz nem beszél. <laughs> Várj, hadd gondolkodjam. Ken? Igen, <laughs> ne vágj ilyen képet, hónapokat töltöttem kemény edzésekkel, ami meghozta az eredményét. Azt tudsz, de hol van a szöveged? Kontaktlencse. Kontaktlencsét holdok, és sokkal jobb, viszont szeretném, ha megtenné nekem egy szívességet. Ne hív többet Kennek, ha lehet, jó? Nem szeretném többet hallani ezt a béna becenevet. Hív Kentinnek persze, ahogy szeretnénk. Jó, azért tisztázzunk már valamit. Attól, hogy valaki elmegy hónapokat edzeni, még nem lesz jó képű. Tehát... Meg nem változik a ruhai ízlése, meg... Tehát oké, okay, loser volt már, mint abból a szempontból, hogy oké, okay, ilyen kis pálposzemes izé, de... Ha elmegyek egy táborba, nem leszek izé, nem leszek bálvány, nem lesz... Nem lesz jobb az ízlése. Mik, mi, mi, az dögcédula? Érted? olyan loser volt, hogy azzal a szar szöveggel akar csajozni, hogy van kekszem, kérsz. Erre most még nem is akarok hallani erről a becenévről, meg mi, mi, akkor ez te? Akkor a fiúk. Meg most, most mi volt ezzel a célja, hogy, hogy majd engem fog uh, lekenyerezni ezzel, mert most izé felvette egy ilyen inget, meg ó, milyen menő, boxkesztő, vagy mi, mi a fasz az. Most ez, ez a nagy ken, ez a nagy változás, mert elment valami táborba? Milyen tábor lehetett az? Inkább de elment volna valami csajozási kurzusra. <laughs> most attól, mert elment edzeni, Istenem! Hogy lehetnek ilyen puták a készítők, hogy azt hiszik, hogy ez, ez egy valós dolog. Tudom most, ó, ah, Istenem, Isten, ne jó, Pasi, ne. Hagyjuk már. Ugyanúgy le fogom szarni, mint eddig. Köszi, még mindig nagyon kedves vagy. Nincs mit, aranyos, mikor így mosolyog. Jaj, most már aranyos, eddig meg izlél. Jaj, húzzám meg, van kekszem kész, most nem, most nincs. Fogadjunk, hogyha most már kekszem vagy, hogy van kekszem kész, akkor biztos, jaj, jó, nendvesedek. Hagyjuk már. Csomó minden el kell még intézem, bosszút akarok állni. Vár, miért csókoltad meg én, mert azt hittem, én tetszem neked. Miért? Az csak egy kis bosszú volt, de bevált, amiből egy ideig nem fog tudni az emberek szemébe nézni. Csak ezért csókoltad meg. Ne haragudj meg, de miközben, de közben tovább léptem. Szeretnék szórakozni és bosszút állni azokon, akik gonoszak voltak velem, mint például Ember. De nem felejtem a kedvességedet és együtt töltött pillanatokat. Szuper volt, megismerhetnénk majd valam... Megismételhetnénk majd valamikor. Amikor csak szeretnéd. Inkább ne, az előzők ennél sokkal jobban tetszett. Ja, jobban tetszett egy olyan ember, akit lehet manipulálni, meg szarban nézzük. Amikor csak szeretnéd. Beszélgetés vége. Na, tehát én, én, itt most nem fogok eljudozni, mert valaki edzett. Tehát ez, ez, mi? Mi ez a duma? Mi az És Most én elmekedzeni, kinyúlom magam attól, még nem fog, nem lesznek jobb érzi ízléseim, hagyjál már hülyeséggel nagyon ki vagyok ezen akadva. Szóval igen, valaki leszpoilerezte, hogy visszajön Ken, úgyhogy én legalább normális voltam, és még akkor sem miután elmondtam. Jó, már öltöző is van. Még több akciópontot basszunk el, tényleg. Voltam mindenhol. Basszunk el akciópontot. Basszunk el akciópontot. Ha nem mondani bárkinek, hogy mit történt, azt nagyon megbánod. Most vicce, ezt nem tudom, nem, hasz, nem kihasználni ezt a nagyszerű lehetőséget. Nem viccelek, ha valaha is kiderül, tudni fogom, hogy te voltál. Mi? Miért pont én? Ken is beszélhet a dologról. Miért hozod elő ezt az agyatlan pápa szemest? Hogyan tudná bárki is elmesélni a dolgot? Itt nincs a suliban. Hogyan tudná bárkinek is elmesélni? De, visszajött, vele csókolóztál. Nem veszem be ezt a hülyeséget. Kérdezz meg tőle. Jaj, tényleg azt nem teheted, soha többé nem akar veled beszélni. <laughs> Kár. Most erősnek érzed magad? Ne vízd el magad, gyorsan megváltoznak majd a dolgok. Addig is élvezem a helyzetet. Fuck. Te még mindig itt vagy? Igen, Lizandert keresem, nem láttad? Nem, de szerintem mi vagyunk az utolsók a gimiben. Amúgy te mit csinálsz még itt? Játszottam, és nem vettem észre, hogy így elment az idő. Tudom, én néztelek, és miattad maradtam le a randi szarságról. Én pedig összetalálkoztam egy volt osztálytársam, aki elment a suliba, most újra visszajött, és teljesen megváltozott. És képzeld el, hogy teljesen megváltozott. <laughs> Közben ránézik, tényleg veszi? Gondolom. Hops. Jó, oké. Okay. Kicsit lúpoltattam. Tényleg a terepna, drágos srác? Igen, korábban egyáltalán nem így nézett ki. Kisebb volt és óriási szemüveget volna Érted? Kisebb volt! Mennyi idő telt el egyébként a játék óta? Egy év se? Talán egy év, ugye? Mert volt Halloween, meg Karácsony, meg mit tudom én. Tehát egy év alatt valaki nő. Jobb lesz a... Jobb, le, jobb lesz a kinézeti, hogy mond, a, a stílusa jobb lesz valamitől, mert edzik a csávó. <laughs> Na mindegy. Emlékeztet valakire, amikor leadtuk a dossziénkot Natarielnek, láttunk néhány fényképet az íróasztalán. Ott volt a te képed, mivel te is évközben jöttél, mint mi, és volt még egy másik kép egy zöld púcs és szemüveges rácra. Igen, ő az nem sokkal előttem érkezett. Szóval a fényképe látható Stréber és a terepgatyás ugyanaz a személy? Ja. What kind of security is? Miféle varázslat ez? So... Security. Katonai iskola Armin. Katonai iskola. What? Micsoda. Akkor ez egy level-up szintlépés, mint a Pokémonoknál. Hát igen, úgy is mondhatjuk. Istenem. Hagyjuk, akkor szia. Most már haza Hát jó. Igaza van, nem érdemes tovább a suliban maradnunk. Én is hazamegyek, holnap majd beszélek de a koncertről, ha látom. Ha meg nem, akkor fuck. De mi, hm. a... mi az, hogy... What kind of security this? <laughs> mi ez az angolság? Cersei, egyébként, ha jól emlékszem. Akkor hazamegyek. Szóval a mai nap. Megleptem Natasha-t az öltözőben. Meghallgattam Nizander új számának egy részletét. Megtudtam, hogy Alexi a fiúkat szereti, és találkoztam Kennel, aki visszajött a suliba. Egy nap. Akkor én is ilyen napokat. Mozgalmas nap. Ja, igen. Nathaniát nagyon zavarba jött, amikor legutóbb beszélni akartam bele. Egyelőre inkább nem zaklatom ezzel a dologgal. De azért figyelek rá. Másnap visszamentem a suliba. Most már biztos, megtalálom Lizandert, ha nem hiányzik. Van neked? Menj vissza az udvarra, menj haza. Ja, megoldott. <laughs> menj vissza, majd haza. Jól van, nagyszerű. Basszuk el az akciópontokat. Öltözőbe én már nem keresek senkit. Eddig se kellett ott járkálnom, ezután se kéne. Szerintem. Úgyis a végén van, most komolyan. Faszom ki van ezzel a izével. Na. Végigjutottam, sehol nincsen. Most komolyan? De baszd már föl. Jó. Most mennyi akció pontot basztunk el? Sokat. Hm. Nagyszerű. Nem baszom tovább. 600 volt, mikor ö, otthon voltam már, 530. Nagyon jó. Gratulálok a készítőknek, bekaphatják. Szia, Natalia. hogy <tosz> vagy. Szó nélkül távozott. Értelmes volt ez is. Nagyszerű. Szia, Szefi, szia, Alexi. Kicsit csápat vagy, van valami baj, nincs. Miért? Nem nézek ki túl, jól történt valamit, leszek, ha beszélni szerettél volna. Ez kedves tőled, de nem kell, köszönöm, minden rendben van. Történt valami. Minden rendben van. Hát jó. Viszont van egy barátom, aki csinált egy butaságot, ami aggasztja egy kicsit. Tényleg, mit csinált ez a barát nőd? a élt, aki ezért nem akar többet beszélni vele. És a barátnőt bocsánatot kért azóta? Nem, nem volt rá lehetősége. Ez a legjobb dolog, amit tehet. Nem hinném, hogy Natalia nagyon haragtartó lenne. Ha megmondod neki, hogy sajnálod a dolgot, biztos megérti. Mindenki követel hibákat. Nem. Nem én, a barátnőm. Bocsi, csak nyelvbotlás volt. Tényleg nagyon kedves ez a srác. Kíváncsi lennék a véleményedre másik dologgal dologban is tetszene, ha rendeznénk egy koncertet a gimiben? Igen, nagyon. Miért? Rendeztek? Igen, azt szeretném elérni, csak még előtte még meg kell kérdeznem néhány embert. Az király lenne, majd elmondod, hogy hogy sikerült? Ja. Azért kicsit aggaszodna, talán nem beszél velem. Oda megyek hozzá és beszélek vele, hagyom a dolgot, ahogy vannak beszélek vele. De amúgy ezt, ezt, nem hiszem el, hogy a karakternek még nem mutat eszembe, hogy esetleg eszébe, hogy bocsánat kéne kérni. Kedvelem őt. Nem a továbbra is van a gondolám. Beszélj és próbáljátok megoldani a problémát. Lehet, hogy nem lehet nagyon messze. Nem láttad a bátyámat? Mostanában nem. Azt hittem az osztályteremben lesz, de nem bódott. Én is ott kerestem volna. Kicsit sokat játszik, nem gondolod? Ne neves, ez nem vicces, túl sok időt töltek ezek a játékokkal, végén még féltéken leszek egy videójátékra. Hát jó. A buzi. Na mind. Végre ma mindenőtt kerestelek. Mit szeretném? Bocsánatot szeretnék kérni tőled a tegnapi miatt. Hamarabb kellett volna, de nem volt rá alkalmam. Még mindig ezért a fejedbe pedig megkértelek, hogy ne beszélj többet róla. Szerintem te se felejtetted még el, különben miért nem állsz még mindig szóba velem? Talán mert kukkoltál egy srácot az öltözőben, ez nem elégok, De, egy kicsit. De, én viszont mindig segítettem, amikor szükséged volt rá. Nem kedves tőled, hogy egy ilyen apró ipa miatt ennyire megkalakszol. Látom, még mindig úgy gondolsz, mint akik karót nyert. Ezek a hármas, meg a, meg a, a hárma, Na. A hármas választási lehetőségek, amik a hármat kell választani, a legnagyobb fasságok ilyenkor lehet a legtöbbet bukni, mert csak egy jó. Talán mert kukkoltál egy srácot az öltözben, ez nem elég de egy kicsit... Ez ilyen túl szemrehányós, úgyis ez ilyen... Ja persze, én is segítettem neked, ha neked volt szükséged. Ah. Ha meg egy kicsit. Most, hogy ebben megegyeztünk, hagynát, hogy menjek a dolgomra? Elég sok elintézni van. Rendben, de akkor nem kerülsz többet, ugye? Szeretném, de ha annak az lesz a vége, hogy egész nap bejössz bocsátot kérni, akkor inkább úgy teszek, mintha nem is történt volna semmi. Super. Attól még nem felejtettem el semmit. Na, így én se. Tehát ez a, ez a lány kiveszi ki azt, amit éppen akar gondolni. Tehát az hallotta, amit kicsit hallani akart, és akkor már örül neki. Fogyatosan könnyezek amúgy meg. Na, megoldozom problémákat. Na. Nem látta Lizandert? Nem, de Alexivel összefutottam tényleg lesz koncert a suliban? Türelem. Még nem kérdeztem meg az illetékeseket. A fenébe azt hittem, Alexi azért mondja, hogy még nem biztos, hogy ne üssem bele az óromat. Legutóbb tudja, hogy mit gondolok róla. Legalább tudja, hogy mit gondolnak róla a többiek. Hol vagytok már? Öltözőbe. Ide nem jövök többet. Majd az is ezt mondtam. Szia Lizander, jó, hogy itt vagy. Tényleg miért kerestél? A tájfutás nem hozta meg a várt eredményt. Nem sikerült elég pénzt gyűjtenünk. És? Gondoltam, hogy nem tudnánk-e csinálni valamit helyette, például szervezhetnénk egy koncertet. Az szuper lenne, de nem hiszem, hogy találnánk olyan zenekart, aki eljönne ingyen játszani. Hát én a tíz gondoltam Castiel-lel. Ó, erre nem gondoltam. Megértem, ha nem szeretnéd, gondoltam, ti ingyen is vállalnátok. Na, benne vagy, részt veszel akkor? Persze, ha jól, szórakozhat, jól szórakozhatok, és még segítek is, boldog lennék nemet mondani. Tényleg? Szuper. Viszont nem én vagyok az egyén, aki meg kell győzni, ha Kastien nem akarja, akkor nem jutunk sokra. Nem szeretnéd te megkérdezni neki, Neked könnyebb igent mondana, nem gondolod? Könnyebben igent mondana, nem gondolod? Persze, akkor majd beszélek vele. Kösz szépen, remélem nem gond. Ok. Nem tudom, nem volt túl jó kedve, amikor legutóbb láttam. Úgy látszik, ma senkinek sincs jó kedve. Keresd meg Dizanert és mesélj neki a tervekről. Szia, Castiel.rod volt szó. Hogy vagy? Dizan, de nem tudott vele beszélni, mert a másik irányba ment. Nekem kell megkérdezem tőle. Kíváncsiak vagyunk, hogy lenne kedvenc koncertezni, hogy pénzt gyűjthessünk a sulira. Úgy, néz ki én, úgy nézek én ki, mint aki tenni akar valamit a suli érdekében. <laughs> nem, hülyeség volt megkérdezni. Hát igen. Ha jó kedved van, akkor igen. Pedig nem, úgyhogy hagyj békén. Nem mi bizony, több szerencsé lesz. Miért azt kell... Miért azt kell... Na. Most miért nem tudok beszélni? Miért azt kell szem előtt, majd szem előtt tartani, hogy ez egy segítés, itt a segítségnyújtás a lényeg, és nem az, hogy koncertezzenek, ami nekik igazából reklám. Lizandernek lehet, hogy sikerült meggyőzni a Castiel-t, meg kéne kérdeznem, ő biztos nem jön ide magától. Menj Lizanderhez vagy Kassiához, és kérdezz meg, hogy vállalják, akkor vállalják, vállalják, szerintem tuti vállalják. Hallottam, hogy valami készülődik, te tudsz róla? Igen, koncertet szeretnék szervezni, hogy pénzt gyűjthessünk a suliban. Nagyszerű ötlet, ha segítség lenne szükséged, nem számíthattok. Wow! Ez aztán a izé. Beszéltél Izanderre? Igen, és tudod mit szeretek benne? Az, hogy ő nem nyomul. Példát vehetnél róla. Ahogy szeretnéd. A francba úgy tűnik Lizandernek semmi sem sikerült jobban, mint nekem. Ha nem akarja, nem akarja, most szart kell előtetni. Sajnálom, de Kastinek egyelőre nincs kedve koncertet adni egyelőre, később szinten változik majd a helyzet? Ahogy mondtam, úgy látom, elég rossz hangulatban van ma, valami baja lehet. A jobb kedve lesz, lehet, hogy beleegyezik, mert, mert most csak annyit mondod, hogy nincs kedve. Remélem, ha rájövünk, hogy mi a baja lehet, hogy hamarabb döntése tudjuk bírni. Elképzelhető, de végén is hagyhatjuk egy kicsit, nem ke kerget a tatár. Igen, Lizander, most neked van igazad, de a karakterem nem képes nyugtan ülni a picsáján. De hogy nem, minél hamarabb cselekszünk, annál jobb megrendezése kerülhet pont erről beszéltem, nem olvastam el, mikor az előbb megszólaltam, de ennyi. Megpróbálom kideríteni, mi a baja. Jobban idegesít már ez a karakter, akit adjuk, mint a izé. <kül> mint az énből. Bízben nem semmire sem megyünk, ha megpróbáljuk ezzel zaklatni. Ráadásul velem ellentétben ő még sosem játszott közönség előtt. Ráadásul ismered már annyira, hogy tud, hogy nem szereti, ha beleavatkozunk a dolgaiba, mint hogy mások se nagyon. Akkor mit csináljunk? Türelem, rózsát terem. Így van. Nem sikerült Kastélyát meggyőzni, hogy keresd meg Lizandert. Ezt tettem. Ez nagyon király, mindenki, akinek meséltem a tervedről, oda volt érte. Kár, hogy egyelőre csak egy terv marad. Miért? Lizander beleegyezett, hogy énekel. Kastély viszont egyelőre hallani sem akar arról, hogy ő gitározna koncerten. Jaj, ne, ezt nem teheti, akkor... Nem így akartam mondani. Ha többet is megkérjük, ak ha többen is megkérjük, akkor biztosan melegyezik, nem? Én nem vagyok biztos olyan, nem vagyok olyan biztos benne. Ha nem, próbáljuk meg, nem is fogjuk megtudni. Gyere, keressük meg az embereket. Megfogta a csuklomat és magához húzott, mert választhattam volna. Úristen. Úgy látom, nincs sok választási lehetőségem. Remélem, Kest Kestiel nem lesz még mérgesen. De mérgesebb lesz, úgyhogy húzzá haza. Van kedve velünk jönni Iris, még akar, meg akarjuk győzni Castiel-t, hogy koncertezzen a suliban. Most nem suliban mondtam. Meggyőzni miért nem akar? Nem. Akkor szívesen, ha többen kérjük, nagyobb esélye van, hogy igent mond, csak nem fog mindannyiunkat elküldeni meg évhajlatra. Pont ez az nem vágjátok, hogy milyen ember, minél jobban ráakaszkodtok, annál jobban eltaszít. <kül> <laughs> Bocsánat, ha esetleg hangos volt. Nem értem ezeket a lányokat, tényleg. Esküszöm, egy jobb forgatókönyvet fogok írni, azt elküldöm a készítőknek, hogy hogy viselkednek a pasik. Mert aki, aki azt hiszi, hogy ezek valós személyek, valós férfiak, azok nagyon tévednek, mert nem ilyenek. Akkor szívesen, ha többen kérjük, nagyobb eséllyel van, hogy igen, van. Ja, igen. Köszönöm, Iris, kéne még egy ember, de nem több, nem több, nehogy támadásnak érzékeny a próbálkozásunkat. Rendben. Na hát ez egy, ez egy normális gondolatmenet volt legalább. Lehet, hogy ezt a sort egy pasi írta, nem egy csaj. <laughs> Össze-vissza szaladgáltak egy ideje, mibe sem estérkedtek. Keresünk valakit, aki segítsége, segítene rávenni Kastert, hogy koncertezzen a suliban ebben a kerén is segítettek. Mi, 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 egyébként mi ez? Tehát ilyet megengednek a suliban, hogy egy ilyen rendőr kalapos izé? Tehát nem értem, nem mindegy. Nagyszerű, akkor keressük meg, kíváncsi vagyok, mi lesz a koncert a suliban, mennyire jó. Koncert a suliban, mennyire jó? Tényleg nagyon szuper lenne. Ja, király lenne! Keresd meg újra Kasszert, most már biztos, hogy meg tud győzni. Honnan? Itt van. Én beszélek, hagyom, hogy Alexi beszéljen, hagyom, hogy Iris beszéljen, hagyom, hogy Kim beszéljen. Szerintem felesleges nekem beszélni, mert én már kétszer beszéltem, mert úgyis megutál. Alexi. Alexi az pasi, úgyhogy a ő. Biztos vagy benne, hogy nem szeretnék koncertezni a suliba? eltűnt. Ó, nem hiszem, hogy hallgat rád, Alexi. De lehet, hogy hang, hang, hangosabb kellett, hangosabban kellett volna beszélnem. Nem, szerintem nem ez a baj. <laughs> Megpróbáljuk újra, legközelebb majd más, más beszél. Hát, akkor több kon... szerencsével járunk. És mi van velem? Több koncerttel járunk, majdnem ezt olvastam. Itt is van. Hagyom, hogy Alice beszéljen, hagyom, hogy Kim beszéljen. nem ismersz valakit, aki gitározik? Kim, nem ezt akartuk tőle kérdezni, de, ez egy jó, mert így nem az van, nem rá van, tehát nem tőle várjuk el, hanem akkor keresünk mást, helyette. Mi az, ő nem akar játszani, miért ne akkor valaki mást? Azért, hogy meggyőzzük, nem emlékszem. De jogos, amit mond a Kim! Mit, mi, miért mi kell kiakadni? Most az a lényeg, hogy Castell gitározom, vagy az, hogy legyen koncert? Most melyik kell? micsoda szervezés. Legalább ettől elmosolyodott. Hagynunk kéne, hogy legközelebb más beszéljen. Vagy nem hiszem el, hát. Szerintem bárhogy válaszok, ugyanez a helyzet. Itt is van. Én beszélek, hagyom, hogy és beszéljen. Mi újság kezdti Ha nem úgy néztet, néztetek volna rám, mintha kitör, kitörni készülő vulkán lennék, akkor sokkal jobban alakulhattak volna a dolgok. <laughs> Olvas a gondolatainkban. Már másodjára jöttök. Kezd kicsit elegem lenni belőle. Mit akartok? Szeretnénk, ha játszanál a koncerten. Tuti jó lenne, jó kedved lenne tőle, feldobná egy kicsit a gimiben a töltött unalmas hétköznapokat. Monoton, inkább azt akarod mondani, hogy semmi sem normális ebben a suliba, nem? Pff, micsoda óvodások. Egyébként meg, ha akarnék, se tudnék játszani. Nincs erősítőm az elektromos gitáromhoz. Erősítő nélkül viszont nem sokra megyünk vele. Én nem tudnák valakitől kölcsön kérni egy erősítőt. <laughs> nem hinném, kivéve ha valamelyik őtől játszik elektromos gitáron. Én biztos nem. Úgy érzek én ki, mint aki játszani valami hangszeren? Hát egyébként nem. Én játszom néha tesón gitárján, de ő biztos nem adná kölcsön senkinek. Ó, Ú, baszki, ú, baszki. Ne nézz így rám, a... az, hogy fül, fülhallgatóval járok, nem jelenti, hogy én is zenélek. Csak hallgatom, oké? Okay? Nem jutunk sokra, sokat előre. Kine egy új, hogy játszani tudjak. Láttam egy használtat a hangszerboltban, de nincs elég pénzem, hogy megvenjem. Mi, mennyi hiányzik? Miért kérded? összetörnéd a perseidet, hogy vegyél egyet? Azt a végre mosolyog egy kicsit! Nem egyedül, de megkérhetnénk mindenkit, hogy szálljon be. Szerinted igen? Én szívesen be beleadok, nincs minden nap ilyen alkalmunk. Mit szóltok? Ennyire szeretnétek azt a koncertet? Igen. Ahogy gondoljátok, ha leszerősítem, akkor nem mondok nemet. Super. Összegyűjteni te a pénzt Szefikásztél erősítőjére? Persze, szívesen. Én tudok adni 10 dollárt, nincs most több nálam. Köszi, nem szabad elköltenem, még szükségem lesz rá. Én is. Adott nekem 10. 10! Most nincs nálam pénz, visszajövök később, oké? Okay? Semmi baj, elszalad. <kül> Akkor hajrá, remélem mindenki belead. De nem lehet megvenni? Keresd meg újra Castiát, most már biztos meg fogod tudni. Igen, új feladat Castiá. Na, cím, most már csak azt kell gyűjtenem a pénzt az erősítőre, mindenkit meg kell kérdeznem. Ah, oh, baszki! Nem lehetne azt megcsinálni, hogy megveszem én az erősítőt? Hol van? Ékszerbolt, házunk előtt, butik, bazár, bank. Fórum. Nézzük a butikba. Ó, hát itt csak a izék vannak. Ezt arra én megveszem inkább. Nincs több megvásárolható termék. Ha? Addig, amíg nem lesz meg. Na, akkor kap be! Most erre megy el az összes szarakciópontom. Keresgélem ezeket a faszságokat, ahelyett, hogy megvenném. Jaj, de jó! Alexi, nagyon vidám volt az előbb, jó így látni. Igen, nagyon tetszik neki a koncert ötlete. Nekem is, de nem tudom, hogy mernek a fiúk ilyesmire vállalkozni. Te el tudod képzelni, hogy színpadrász is mindenki előtt énekelsz? Sok ember előtt vagyok most. Ah, <síns> the ghost of love in a shadow we can... <laughs> <Na> jó. <kül> Tessék, 10 dollár, én nem mernék szerepelni, viszont szívesen megnézem Lizandert és Castielt, t Köszönöm szépen, adott 10 dollárt. Mindenki csak 10 dollárt ad. Tessék, 10 dollár, köszönöm szépen. Hallottál, az előbb castiel beszélni, láttam, hogy mindenki összegyűlt, és nem bírtam megállni, hogy ne nézzem meg, mit történik. Ah. Remélem nem vettél videójátékot mostanában, ugyanis pénzt kell gyűjtenünk a koncertre. <laughs> lebuktam pont, tegnap vettem egyet, amivel játszottam, és aztán nem sokan pénzem van. De az fontos, amivel játszottam is aztán. De nem lehet csak... Lebuktam pont, tegnap vettem egyet, nem sok pénzem maradt. Nem. Amivel játszottam is aztán. <laughs> Tudok adni ötöt, ez is több, mint a semmi. Köszi, adott ötöt bár csak létezne Motherload, Motherload kód. Ja igen, a valódi életben is akkor nem lenne ilyen problémánk. Super Mario-val is játszol, sims el játszol, zelda játszol, Sims, Motherload. Tényleg. Igen, imádom, tetszeni fog, hogy, 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 lehet megölni egy Sims-et. Imádom tesztelni, hogy hogy lehet megölni egy címet. Mondja ezt a széles mosoly az arcán. <laughs> Mothello, de emlékszem még erre. Nagyszerű hír lesz belőle, még annál is jobb, mint amikor eltévedtél az erdőben. Hát kell még mondom, hogy nem én tévedtem el? Viszont gyűjtünk pénzt, aminek a hatására egy olyan koncertet hozunk létre, ahol pénzt gyűjtünk. Tehát most kinek kéne adni pénzt? Mert ha nekünk lesz megtartva a koncert, akkor nekünk kéne adományozni, nem? Nem is kellene koncertet létrehozni, hogyha tudnánk adományozni a nélkül is. Tehát most mi a lényeg? Kinek gyűjtjük? Na mindegy. És most arra gyűjtünk, hogy legyen egy erősítője valakinek. Érted? Akkor a fasság. Egy esemény. Van egy esemény, és az osztály összeáll, hogy vegyen egy erősítőt az eseményre, de amúgy meg, ő meg a Castiel meg jó jár, mert van, lesz egy erősítője ha azért jöttél, hogy megkér, hogy csatlakozzam a hülyeségetekhez, akkor akár el is mehetsz. Ember megtiltotta, hogy bármit is adjak nektek. És te mindig hallgatsz én bőre? Mindig jó tanácsokat ad, úgyhogy igen, hallgatok rá. Szerintem nem ugyanám, arról az én beszélünk. Csip. Csip. Végre megtaláltak, elmentem a pénzemért. Super Iris, kösz. Tessék, 10 dollár, remélem elég lesz. Ne aggódj, ha mindenki belőled ennyit, akár rendbe is lesz a dolog. Beszélgetés vége. Hogy elbasztánk. Veszek belőle ruhákat. <laughs> Értem. Ah, itt vagy. Alice mondta, hogy szeretnéd rávenni Rizandert, hogy énekeljen a suli előtt. Ezt látom kell. Tessék, 15 arra az izére, amit Kastiernek szüksége van. Bob, közt neked közi, neked hála új fotókat készíthetek, és eladhatom őket Lizander hajongóinak. Semmi ez a 15 dollár ahhoz képest, amit ennyi, amit nyerni fogok az ügyen. <laughs> Rozália, a leendő üzletasszony. Vagyis lesifodós. De, de még egy ilyen fél izébe jönni, tehát nem lehet normálisan állni. Jó, öltözőben nem megyünk be. Ha jól tudom, sikerült az a Castielt. Igen, szerencsénk volt. Sikerült, ami neked nem, nem semmi. Most még, még most se értem, hogy sikerült. Igen, szerencsénk volt. Igaz, pedig én mondtam, hogy ne nyomuljatok. A lényeg, hogy bevált a dolog. A legcímekért, hogy adjak neked valamit, de már nem tudom mit. Pénzt, talán. Ja, tényleg, azt jelenti erősítőre, tessék, rá órán mindenképp beleadtam volna, ha nem volt alkalmamod adni neki a pénzt. Köszi szépen, nem volt alkalmad, vagy elfelejtetted. Jó. Ki kell még? Már hány ember van? Úgy eltönti az előbb, hogy oda se tudtam adni a félretett pénzemet. Ó, köszi, már azt hittem, hogy hagyod, hogy mi fizessük ki az egészet. Remélem sokat adsz, különben nem jutunk messzire. Szuper, mennyit tudsz vele adni? Száz dollár, ennyi van. Már ez is nagyon jó, köszi szépen, adott a Remélem nem valami béna márkát választasz, különben elég nehéz dolgom lesz. Nem lehet az, hogy mondjuk eljön velem, ha már én vegyem meg az erősítőjét, aki elvég nem értek hozzá. Én menjek el és vegyek. Ahelyett, hogy eljönne velem, és kiválasztanom, hogy én ezt néztem ki, ez a használt, amit, amit, amire gondoltam. Azt hiszem, meg kéne kérnem valakit, aki egy kicsit jobban ért a dolgot, hogy kísérjen el. Igen! De me megmarom magam. Miért más kell megkérdezni, miért nem az illetékes? Miért nyomorék? Miért nyomorék? Nem hiszem el, hogy ilyen fogyatékosok ezek. Persze, megint akciópont. Ne haragudj, hogy ezzel zavarlak, de pénz de a Kassa erősítőre, mert annélkül nem tudnám megszervezni a koncertet. Én szívesen beladok, viszont csak 5 dollárom van. A többi elment a szülinapi bulimra. Ez elég lesz? Persze, ne aggódj. Ez a lényeg. És beszálltál. Mennyi kell még, baszki? Nem hiszem el, mennyi kell még. Már alig várom. Értem, most ennek sok értelme volt. Mi van akkor, ha nem gyűlik össze a pénz? Akkor kipótolom, bazd meg, azt kész, megveszem egyedül. Akkor kitunk valami mást? Ah. Megbíztak, hogy gyűjtsek pénzt, hogy meg tudjuk szervezni a koncertet, van kedve adni? Ha szeretnéd, hogy legyen koncert, akkor adnod kell egy kis pénzt benne, vagy? Egy kis aprót legyen szíves? Megbíztak, hogy gyűjtsek pénzt, hogy meg tudjuk szervezni a koncertet, van kedved adni? Komolyan, azt hittem, mindig engem bíznak meg az ilyesmivel mindegy, ez legalább azt mutatja, hogy megbíznak benned. Igen, úgy tűnik, akkor beleadsz a koncertbe! Szívesen segítenék, de a hugomnak szüksége volt pénzre, hogy vegyen egy új telefon, ezért odaadtam neki a pénzemet. Ha, kár. Őt is megkérdezheted. Ha, nagyon vicces. Bár ahogy Alexi mondaná, ha nem próbáljuk meg, nem is fogjuk megtudni. Castiel úgy is bejött neki, nem? Embernek bejött Castiel, mikor nyúlt dugta, vagy mi. Jó, hallottam, hogy koncertet szerveztek? Igen, jó, hogy mondod, mindenkinek bele kéne adnia. Szükségünk van a pénzre, hogy vehessünk egy erősítőt. Csak nem hiszed, hogy adok neked pénzt. Legalább azt a pénzt odaadhatod, amit a bátyát kölcsönadott neked, mondta, hogy emlékeztesselek rá. Arra szükségem van, hogy versek egy új mobiltelefont. Ha nem törted volna össze a másikat, most tudnék neked pénzt adni. Elég rövid a memóriát, ha nem tudnád, nem én törtem össze a telefonodat. Tűnj el innen, hány ingerem van ma, ha rád nézek. Legalábbis jobban, mint általában. <laughs> nem hiszem el már tényleg. Szuper, megvan a pénz, beladok még ötöt, akkor kereken 200 lesz. Szerintem ennyi könnyen találunk valami jót is használat erősítőt. És az a baj, hogy semmi, semmi sincs a bazárban. Meg kell kérdezem, kezdet, hogy ő, ő hol akarja venni. Ez egy jó. A felébe azt hittem, like -e maradt maradtak fényképezőgépen, meg kéne kérdezem tőle. Még van időd, nem most lesz a koncert. Habban a megszervezzük, mint gondolnád. Ö, hát jó. Lex. Like -e. Meg tudtam mindenkit kérdezni? Meg tudtál mindenkit? <coughs> Csapó négy, vagy medtal, ami mennyi? Meg tudtál mindenkit kérdezni? Ja, összegyűjt 200 dollár. 200. 200 dollár. Igen, kesztél adta a felét, elvégre az övé lesz a végén. Értem, akkor további sok szerencsét ma veszed meg? Igen, mielőtt hazamegyek. Oké, akkor szia, én is megyek. Hát csa. Most erre mit mondjak? Hol akartam megvenni az erős időt? nincs ötletem, hogy hova mehetnénk. Bocs de haza kell mennem, gyorsan odaadom a címet, oké? Okay? Semmi gond, megoldom. Lefirkantotta a címet egy papírra. Tessék, csak egy van, ami 200-ba kerül, nem tudod eltéveszteni. Oké, okay, köszi. Akkor gyerünk! Menj az udvarra, onna meg a bódba, fasza. Még nem mentél haza? Nem megyek, és megveszem kezdtének az erősítőt. Tudod, hova kell menned? Igen, tudom a címet, megmutatta nekem a papírperszínt. Ó, ezt ismerem, nincs messze a kedvenc butinjaimtól szerint, hogy elkísérjelek. Butinjaimtól? Jaj, hát tudod, azt hiszem, a menek dolgokat. Igen, ez jó lenne. Félek, hogy egyedül nem találom meg. Akkor menjünk. Fél órán sétáltunk Alexivel a boltig. Ott van a hangszerbolt, én pedig ebbe a butikba megyek. Van kedved beugrani velem? Persze, szívesen. Most nem, későre, és be fog zárni a bolt. Mennem kell. Ha persze, szívesen, akkor Randi van, azt akkor jön a kép. Ha meg nem, akkor meg nem, muszáj mennem. Ó, kár, akkor szia. Tényleg csak egy erősítő volt, 200 ért, ahogy Castiel mondta, meg is vettem. Felhasználom a 200 dollárt. Viszont meg kellett volna, kéne Alexit, hogy maradjon itt, nagyon nehezek ezek az izék. Odd át az erősítőt Castielnek. Erősebb legyen? Szia, Szefi, ha lesz egy kis időd, ide tudnál jönni hozzám? Szeretnék én is részt venni a koncert szervezésében. Na, persze. Oké, akkor szia. De most vagyok ott, akkor még kell elküldeni. Ajj, jaj, Mond valamit, hogy menjek oda, erre ő tűnik el, hogy keressem. Tessék itt az erősítőt, mindenki beladott valamennyit. Köszönöm, nem hittem, hogy ilyen... Be... Ha bejelentem nektek, hogy nincs erősítőm, akkor kapok is egy újat. Könnyen megtaláltad a hangszerboltot? Ja, Alex segített. Kár, vicces lett volna, hőres kézeket, volna visszajönnöd. Hehe, <kül> nagyon humoros. A nap végén el kéne raknom valahova az erősítőmet. Megyek is, szia. Natalia megkértem, ha menjek el hozzá. Jobb lesz, ha indulok is. Hova? meginnak ah, megint. Befejezem, most már a... befejeztem. Most már beszélhetünk. Nagyszerű. A Rátérhetünk a lényegre. Mit csinálunk? Először is meg kell szereznünk az igazgatónő engedélyét. Ha nem szeretné, hogy suliba legyen a koncert, akkor más helyet kell találnunk. Lehet jobb lett volna, ha őt kérdezzük meg legelőször. Nem feltétlenül mindenki beladott az erősítőbe, ez a lelkesedés elég nagy ösztönzés lehet, hogy engedélyt adjon. Szerintem nem fog nemet mondani. I hope so. Azután keresnünk kell egy helységet a suli-ban, ami megfelel a koncertnek. Ha az udvaron szervezzük meg, az zavarhatja a szomszédos épületeket. Szükségünk lesz egy nagyobb teremre. Az osztálymen kívül nem tudom hogy Miért nem gondol senki a tesi teremre? Az nem jó. Az osztálytermek nem elég nagyok, Rozári elég jól ismeri a sulit, ezért megkértem, hogy keresen egy jó helyszínt, alig beszélhetnénk. Addig beszélhetnénk az igazgatónővel, ha meg lesz az engedély és a helyszín, akkor már elég jól állunk majd. Szuper, akkor megyek az igazgatónőhöz. Szeretnéd, hogy veled menjek? Igen, az jó lenne. Szuper, akkor gyerünk. Igazgatónő. Itt van. <kül> Hagyom, hogy hát ne teljen beszéljen. Jó napot igazgatónő, Szefi kitalált valamit, hogy hogyan gyűjthetnénk pénzt az iskolának. A diákok mindegyike örülne, ha rendeznénk egy koncertet. Koncertet? Fizeti szeretnének egy zenekornak, hogy adjon koncertet az iskolában? Nem, a diákok játszanának. Szó sem lehet róla, a tájfutás alkalma is mindenki össze-vissza szaladgált. De ez alkalommal jobban fogjuk megszervezni a dolgot. Nem finanszírozok több ilyen eseményt. De egyébként az előző videóban pont ő mondta, hogy én találjak ki valami. De mindenki nagyon lelkes hogy semmit sem kellene fizetni az iskolának, megoldjuk nélkül. Úgy érti, hogy az iskolának semmibe nem kerülne a dolog? Igen, szerintem úgy is megoldható. Oh, uh, ebben az esetben csinálják, amit szeretnének, de már most figyelmeztetem. Ha az iskola a feje tetejére áll a tervünk miatt, akkor még hallani fognak felőlem. Jó volt, Szefi. Jó volt, tá jó volt az Szefi. Végülis nem is volt rám szükséged. Most már minden megvan, hogy meg tudjuk szervezni ezt az eseményt. Minden, azaz majdnem minden. Remélem, ha Rozália talált megfelelő helyszínt a koncertre. Ne aggódj, már biztos meg is találta. Biztos. Annyira egyértelmű, hogy a tesi terembe kéne megcsinálni. Ez elég nagy, meg... Mi, mi, mi ki, ki, vár... Persze. El fog konni az akciópontot. Az harok hallok a pincéből, megnézem, mi van ott. Az ajtó egy lépcsőre nyíli, majd levezett a pincébe. Nem itt szó szuper lenne így szervezni a koncertet, nem? De, ez tényleg óriási. Akkor mint a suli, csak az ajtók és a falak nélkül nincsenek ablakok, de a koncertteremnek mindig jobbak, Koncertermek mindig jobbak, ha sötétek, jobban látjuk majd a kivilágított színpadot. Nagy, nagy szobású terveid vannak, úgy látom. Persze Lizander énekel, majd kezdődik pedig életében először gitározik színpadon, különlegesnek kell lennie. Nem tudom, hogy lesz elég pénzünk, hogy igazán különlegesíthes az eseményt. Az igazgató nem akar segíteni a finanszírozásban. Ó, hát látja, ha látja, hogy milyen lelkesek vagyunk, lehet, hogy megoldja a magát, meggondolja magát. Lehet. Sosem lehet tudni. Legrosszabb esetben elraboljuk a kutyáját, és váltságdít kérünk érte. Rám ne számíts, hogy még egyszer ellopom azt a dögöt. Ó, itt vagytok, amikor meglátom a fényt a folyosón, azt hittem, hogy valaki elfelejtette leoltani a villanyt. Itt szervezni meg a koncertet. Do you like it? Ennek sok doboznak... Ennek a sok doboznak a tá társaságomban? Ennek a sok doboznak... A társaságomban nem hiszem, hogy díjazná a közönség. Tényleg nem ártana rendet rakni. Akkor gyerünk, jobban átlátunk majd a teret, ha hogyha mind elpakolunk. Hárman órákig eltartan a dolog. Szívesen segítenék, de nem szeretném itt tölteni az estémet. Megkérdezhetünk a többieket, hogy szeretnének -e segíteni. Megkérdezhetjük. Jó, ha vedd elő a legszebb mosolyot, Szefi, akkor, sem, akkor senki nem tud majd neked nemet mondani. Hát én nem vagyok biztos benne, de én se. Nyugi, csak viccel. Mi nem gondolja, hogy ilyen szép lenne a mosolyom. Megnézem, hogy ráére valaki. Ti is meg... Ja, ez <laughs> most nem Lizander. Megkérdezhetnétek? Oké, okay, akkor én is elmegyek kérdezősködni. <laughs> Pedig ma órák után azon a haza szerettem volna menni. Jó, úgy érdekébe teszed? Én is megyek kérdezősködni. Itt maradok, hát ha erre jár valaki, elmondhatom neki, hogy mi a helyzet. Rendben, akkor Oh. Ez nem így nézett ki az előbb. rámenni a srácokra, hogy segítsenek rendet rakni a pincében. Hát erre kíváncsi leszek még én is. Figyelj, rakjál rendet! Szükségünk lenne emberekre, hogy rendet rakjunk a pincébe. Van kedve segíteni? Ki akarjátok üríteni azt a szemét lerakót? Bará bátrak vagytok. Pont ezért van szükségünk minél több emberre, akik gyorsan haladnának. Akkor gyorsan haladnánk. És mi mit nyerünk vele? Ez lehetne a hát jó cselekedeted. Mosolygok, ahogy Rozália javasolta. Miért mosolyogsz ilyen hülyén? Csak úgy. Nem nagyon jött be. Egyébként nincs időm itt maradni, sajnálom. Okár. Hát nyilván nem a két izé fellépőnek kéne. Szükségünk lenne emberekre, hogy rendet rakjunk a pincébe. Van kedves segíteni? Épp ha hazaindultam, mindenképp szükségetek van rám? Igen, nem sokan maradtunk már a van. nem feltétlenül, hogy gyorsan haladnánk, ha te is ott lennél. Hát jó, ha nem tart túl sokáig, akkor benne vagyok. Tényleg? Köszi, a folyosó végé lesz. Te nem jössz velem? Nem, még nem. Meg kell kérdezem Nataliát, hogy nem el akar ő el segíteni. Oké, okay, akkor szia. Van kedve segíteni, rendet rakni a pincében? Egy gyorsabban haladnánk. Tuti nem. 70 ig biztos vagyok benne, hogy visszautasít. A pincében ki akarjátok üríteni az egészet? Benne vagyok. Biztos be akart... Viszont be akartam fejezni a magyar házimat, mielőtt hazamegyek. De az csak a jövő hétre kell. Jobb minél előbb megcsinálni, az utolsó pillanatban nem szoktak jó munkák születni. Ne gondolj állandóan a tanulásod, Gyere és segíts nekünk. Tényleg nekem is meg kéne csinálnom. stréber, meg nagyon elhatározott, úgyhogy nekem is meg kéne csinálnom. Bölcs dönt is, aztán szólj, ha kell segítség a házihoz. Ez is még nem jön segíteni kell. Azt mondta segít, de előbb megcsinálja a háziát. Akkor miért mondja azt a karakterem, hogy nem segít? Mondott ilyet valaki? Na, ok, akkor kezdhetjük. Te is itt vagy végre, már vártunk, hát nem jön? Nem, nem tudtam rávenni sajnos. Akkor csak négyen vagyunk, remélem azért nem fog túl sokáig tartani. Következő. Alkossunk két fős csapatokat, úgy könnyebben lesz elcipelni a dobozokat. Lizanderrel leszek párba, Arminnal leszek párba, Rozáliával leszek párba. Legyünk csajok, csajok, fiúk, fiúk. Oké, akkor hajrá munkára fel. Annyira sok dolgot el kell pakolni, hogyha nem szeretném annyira látni, hogy Lysander énekel, futva elmenekülni. <laughs> Én is. Mivel kezdjük? A kosárlabdás dobozokhoz mit szólsz? A tanterembe kell vinni őket szerintem. Szerintem is készen állsz, háromra felemeljük. Egy, kettő, kettő és fél, kettő és három negyed, felemeljük még ma. Hagyjuk, túl nehéznek tűnik, inkább vigyük a létrát, az csak nagy, de nem nehéz. Jobb lenne, ha eldöntenéd, hogy mit akarsz. Megfogtuk a létrát, két oldalát. Ezt a kertészklubba kéne vinni, ha jó lesz, jó lesz például a fák megmentéséhez, vagy nem tudom, megyünk. Indulás. Rag, a, be a létrát a kertész klubba, majd menj vissza a pincébe. De csak hogy kell üzét. azért. Recuk le ide, ide jó lesz szerintem, szuper, akkor menjünk vissza a pincébe. Most el, el, elhozhatnánk a másik létrát, mit szólsz, nincs kedvem nehezebb dolgokat, nincs kedvem nehezebb dolgokat cipelni. Ahogy gondolod. Jó, mert csajok vagyunk, úgyhogy annyira nem kell sok mindent cipelni. Jaj, ne, elfejtettem a gyű elejtettem a gyűrűmet. Amit legtől kaptál már megint? Biztos leesett az ujjamra, amikor a létrát cipeltük. Egy kis szerencsével a kertészklubban van. Gyere, megnézzük. Remélem, tényleg ott van. Miért történik mindig ez velem? Mondjuk nagyobb az gyűrű, nem? Egyébként tudja, hogy itt nézni kell majd a padlót, meg ilyenek. Itt van a létre lábánál volt, mekkora szerencse, hú, megnyugodtam. Akkor jó, vigyázz rá, tedd a zsebedbe, mikor fizikai munkát végzel. Már is elrakom. Mekkora szerencse, nem tudtam, mit csináltam volna, ha elveszik. Én biztos nem vettem volna újat helyette. Remélem azt mondta úgy, de most már ebből biztos benne. Így üresen még továbbnak tűnik. Még tágasabbnak tűnik. Kész vagyunk. Jó érzés ilyenkor tisztán látni az, ezt a helyiséget. Tényleg jó, főleg azok után, amennyit dolgoztunk érte. Nizander már itt is van. Tedd le a kart. Kár következő. Ó, már értem. Na, mit csináljunk? Mindenki elment? Igen, mi vagyunk az utolsók, nem maradt tovább, ha nem baj, alig várom, hogy otthon legyek. Oké, okay, rendben, akkor szia. Kár, kicsi, téhes vagyok is, úgy gondolom, jó lenne, ha közösen harapnánk valami. Jó lett volna, ha mindenki itt van. Lehet, Kár, akkor szia, Szefi, köszi a segítséget. Cs Hoppá, elhaltott a randid. Győzd meg a többieket, hogy segítsenek a zárókép megszerzésében. Gyorsan hazamentem, hogy ne kapja ki, de mire átléptem az ajtón, már elkezdődött sötétedni. Másnap alig vártam, hogy visszamehessek a suliba, és folytassam a többiekkel a koncertre való felkészülést. És mit csinálja? Szia, jó, hogy itt vagy. Most, egy, most az egyszer én kerestelek. Nem mondtad, hogy ki játszik még velem és Tizanderre. Hát a zenekaratok többi tagja gondolom. Nem? Ha, ezt komolyan mondtad? Csak azért beszéltünk együttesről, mert Lizander írja a dalszöveget. Én pedig a zenét komponálom, de amúgy csak ketten vagyunk. Oh. Nem baj, egy énekes és egy gitáros elég a koncerthez, vagy nem? <gyszerűen> Gyorsan tanulunk kell még zenészeket, különben semmit nem ér, amit eddig tettünk. Gratulálok, befejezte a 13. epizódot most ez egyszer annyira hosszú volt, ez most, én nem gondoltam volna, hogy ennyire. Annyira utána, amikor megoldunk egy új dolgot, akkor mindig valami új jön, és általában az, hogy keressünk meg, segítsünk ezt, csináljuk ezt, amazt. Kezd kicsit fusztrálni a játék, több szempontból is. Egyébként, Na mindegy, elvileg azt mondtátok, hogy a karakter nem lesz mindig ilyen fasz, Na, mint akit, akit csinálunk érted. Na mindegy, Ö, hát akkor 13. epizód vége. 14. jön, de akkor azt már úgy csinálom meg, hogy a másikkal, másikkal leszek már, és úgy fogom csinálni. Addig is, sziasztok! Cs, cs.